már megvettem. Hát én tőlem biztos nem. Nem? Eltévesztetted a számot, de nem tudom, én csak egy üzenetet kaptam, hogy hívjam vissza az SMS feladóját. De én ezt a számot nem ismerem. Nem? Hát így egy gombközi Béla vagyok, nem? Hát a bajot egy Tibike adta meg ezt a számot, hogy akkor a kovasz... Rossz számot adott meg a Tibike, ez egy Komárom megyei szám. Igen. Egész pontosan Tatai szám, és nem ismerem magát. Én Mórnál vagyok, vagy Mórnál vagyok most. Akkor se ismerem magát, én nem foglalkozom kutyatenyésztéssel, úgyhogy szerintem ezt a számot felejts el. Ez biztos, hogy nem az, akit maga keres. Én kutyákkal nem foglalkozom, kutyaadásvételre, meg pláne nem. Nem is az, hogy a kutyaadásvétel, hanem az, hogy a kutya otthon, és akkor most menjek elérte. Azért az. De milyen kutya? Nincs itt semmiféle kutya, értse már meg, hogy ez nem is tudom, miről van szó. A kuvasz. Hát nincs kuvasz, hát értse meg, hogy nincs kuvasz itt. Nincs? Maga egy olyan számot hívott meg, akinek kis halvány fogalma nincs arról, és se erről az üzletről, semmire. A fekete lábú kuvasz nincs ott? Nincs itt semmi kutya, értse már meg, hogy... És fejezzük be, mert nekem ez kiszott pénzbe kerül. Hát nekem is a számot felejtettem. Igen. De nincs kutya itt! Basszak. Mi lesz? Hülye!